Most még megvárjuk, hogy mi fog történni. Ugye Marian egyelőre visszamehetett a lakásába, de nem tudjuk, hogy miért. Tehát, hogy csak a cuccaiért, vagy azért, mert valóban felfüggesztették a végrehajtást. És utána pedig átmegyünk a Gyorskoci utcába, mert a Béla is ennek ott van. Tehát oda fogunk elmenni, ott fogjuk őket majd várni, amíg kijönnek. Mint hősök természetesen, mert ilyenkor mindenki hős, akit így elvisznek. Hősök, még ha úgy is tűnik, hogy butaság volt, hogy ő itt nem adta át az igazolványát, de hát elszakad, erről beszéltünk egész nap, hogy mindenki egyre fáradtabb, idegileg, anyagilag és minden egyéb. És ilyenkor bizony olyat is tesz az ember, amit nem tenne meg normális pillanatában. Hányszor előfordul, hogy valaki rávágott gyerekének a fenekére, de ha higgadt lehetne, akkor nem teszi meg. Elszakadt a Bélánál is. Nagyon sajnáljuk, mert mi is azt gondoljuk, hogy nem kellett volna, hogy ez megtörténjen. Nyilván ehhez kellett az is a fellépésben, hogy hagytak volna el időt arra, hogy megbeszéljük vele. Nyilván át tudtuk volna venni, hogy utóbb előkerüljön az igazolványa. Hát erről beszélek én, amikor együttműködés kell, amikor az kell, hogy megértsük egymást. Most a Béla bement, kap 40 ezeret, van neki 600, amit eddig nem tudott kifizetni. Már egy 100-asra összegyűjtöttük a pénzt, és azt összedobtuk neki, azért nincs most börtönbe, mert különben múlt héten be kellett volna neki vonulnia. De nagyon hiányzik nekünk ez a 100-as. Még ha sokan dobtuk össze, akkor is nagyon hiányzik. De hibákat mi is követünk el. És az a baj, hogy egyszer valamelyikünk egy olyan hibát fog elkövetni, aminek súlyosabb következménye lesz, amikor valakit magával visz. Tegnap előtt ott voltak azok a felfújt matracok. Azt azért megsugom nektek, hogy több aktivista elgondolkodott azon, hogy valamelyikötökkel leúrik. Ezek az emberek hősök. De elszakadt. Hívott minket az a matrac, azzal a ponttal a közepén. Az életmentésre szolgál, és nem mindenki éli túl. Néhány végtag el szokott törni, de hát amikor az égőházban menekülünk, akkor ez nem számít. De butaság lett volna valakinek leugrani bármelyik kötökkel. Láttátok a Bélát, hányan kellett lefogni. Bármikor történhet egy ilyen baleset. Nem szeretnénk. Most úgy gondolom, hogy én nem tenném meg. De nem mondom azt, hogy nem gondolkodtam rajta. Lenéztem, és láttam, hogy ott van. Amikor kísért le a két kollégátok, én könnyebben tudtam menni, mert nem voltam így beöltözve. Jól tudok futni, sportolok. Bármikor elhagyhattam volna őket. Bármikor lett volna annyi időm, hogyha nem az ötödikről, de a harmadikról, vagy a negyedikről. El is szakadhat. Most még valamennyire erősek vagyunk. Ott csak 9 órát voltunk talpon és beszéltünk. De lehet, hogy legközelebb 10 órákat fogunk. Elfáradhatunk. Lehetünk idegesek. Ha megütöttétek volna a feleségemet, érthető lett volna a dühem. És akkor úgy döntök. És akkor úgy döntök, hogy leúrok bármelyik kötökkel. Hős lettem volna. Nektek lett volna egy szép temetésetek. De a nép nevében már nem vagytok hősök. Figyeljünk egymásra kicsit. Próbáljuk megérteni a másik oldalt. Beszélgessetek. Beszéljétek meg, hogy mit kockáztattok. Mit kockáztattok akkor, amikor ellenük fordultok. Vége a végrehajtás. Vége a végrehajtás. És kiköltöztették őket, vagy nem maradhattak? Most lett vége a műveleti terület. Itt voltam egészen. Hát maradhattak, vagy? Mehetünk? Mehetünk akkor? És bemehetünk hozzájuk? Jó, ezért szedik le, hogy szedik le, hogy ellagot. Félem, hajrálunk az autóval, a demonstrációnak vége. Megnézzük, hogy bemehetünk-e a Marian lakásába. Békésen,
sem a szomszédokat, sem a rendőröket nem inzultálva.